Még mire van lehetőség például vasárnap, hogyha valaki kedvet kap majd ehhez ezután a beszélgetés után? 16 csapat, 13 város, 9 megye, egyetlen cél. De hogy mi ez a cél, már is megtudjuk. Itt van Cselleng Ádám, a Magyar-Amerikai Futballszövetség sajtófőnöke. Jó reggelt kívánok, szervusz! Illetve Varga Szömös Bence, a Magyar-Amerikai Futballszövetség utánpótlás bizottságának elnökségi tagja. Jó reggelt kívánok, szervusz! Na, miről is van szó? Mi ez az egyetlen cél? Melyik őtökhöz forduljak elsőként? Ádám. Hát, hogy minél több játékosunk legyen az amerikai futballban. Ugye egy viszonylag sikeres sportágról beszélhetünk itthon, hiszen top 10-ben vagyunk Európában, és hát nagyon meglepő, régóta beszélünk amerikai fociról, mégis ez lesz az első országos toborzó, amit a Magyar-Amerikai Futballszövetség szervezett. Leginkább utánpótlási játékosokat keresünk, de főleg a flag foci bejövetelével és az olimpiára kerülésével azt tudom mondani, hogy kortól és nemtől függetlenül várunk mindenkit majd március 24-én vasárnap, tényleg 13 helyszínen. Na, ha már szóba került a flag foci, ez azért érdekes, mert ugye eddig itt, akik állandó nézőink az amerikai futballal, most már nagyjából megismerkedhettek, erre bejön egy új sportág, nem teljesen sportág, de mégis egy új változat, ez a flag football, vagyis a flag foci. Ez mit akar egészen konkrétan? Hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez az amerikai futballnak az ütközésmentes változata. Itt a szereléseket a játékosok nem kontakttal, hanem egy zászlónak a letépésével mutatják be a pályán, és ez azért is jó, hogy megjelent Magyarországon, meg így az egész világon, meg hogy olimpiai sportág lett a flag football, mivel így sokkal kisebb korosztályokat is meg tudunk szólítani. Ugye Magyarországon 14-15 éves kortól lehet amerikai focizni, viszont a flag fociba akár már 8 éves kortól be is lehet csatlakozni, és ami fontos, hogy lányok is űzhetik. És akár eljuthatnak az olimpiára is, akik ebben ügyesek? Én azt gondolom, hogy igen, pont Bencsics Márk, aki ugye visszavonult, vele beszélgettem, hogy azért lehet, hogy meggondolja, hogy Los Angelesre még visszatér. Úgyhogy igen, nagyon jó, de hát az NFL játékosok is a fejükbe vették, hogy kijutnának nagyon szívesen hazai pályán erre a flag foci olimpiára, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó cél lehet, nem feltétlenül a 8 éveseknek, de azok, akik nem feltétlenül szeretik tényleg a kontakt részét ennek a sportágnak, azoknak mindenképpen ajánlom. Mert hogy csak hogy hangozzék el, ugye flag foci egy új sportág lesz, és lehet gyakorlatilag olimpiai bajnoki címet is szerezni majd 2028-ban, tehát Los Angelesben a következő utáni olimpián, mert ugye Párizs lesz majd most nyáron. De toborzó, amerikai futball. 13 város, 16 csapat, nagyon-nagyon sok helyen lehet tehát menni. Kiket vártok? Azok, akik tetszik nekik az amerikai futball, vagy azért kell ez némi nemű atletikus képesség is, az, hogy az ember azért csak úgy beleállni egy ütközésben nem tud, tehát kik azok, akik menjenek most, érdeklődjenek, és aztán akár ott is maradjanak hosszú távon. A sportágnak a szépsége, hogy magasságtól és testsúlytól függetlenül minden embernek megvan az a pozíció, ami az alkatához a legjobban kapcsolódik. Így az elsősorban ugye nekünk az utánpótlás bázis növelése volt a cél, amikor ezt a víziót kitűztük célul, viszont nem szabtunk meg egy felső korhatárt, például több csapatban is 40 év fölötti játékosok is aktívan játszanak. Így hát mindenki, akit egy picit is érdekel az amerikai futball, látott már esetleg, vagy aki még nem is látott, kipróbálhatja magát. A toborzó keretein belül is minden pozíciónak meg lesz majd egy sajátos feladata, amit kipróbálhatnak, és kiválaszthatják, hogy melyik az, ami számukra a legkedvezőbb. Ha ezt nézzük, akkor mik ezek a posztspecifikus elemek, amik mondjuk egy embernél meg kell, hogy legyenek? Tehát az, aki mondjuk szeretne futó lenni, vagy akár irányító, elkapó, vagy falember, akkor mi az, ami előny ezeknél? Hát természetesen, hogyha valaki mondjuk elkapó vagy futó szeretne lenni, akkor én azt gondolom, hogy a gyorsaság, a megfelelő irányváltás, erre van szükség. Ha a testalkata olyan, akkor természetesen inkább a falember posztokat, mind védő, mind támadó oldalt ajánljuk és javasoljuk. Hát itt is egy nagy kérdés, ezt Bencétől is már többször megkérdezték, hogy mi alapján döntött a támadó vagy a védő oldal mellett. Hát aki jobban szeret adni, az a védőköz menjen, aki megbírja az ütéseket, az pedig a támadóknál próbálja ki magát. Természetesen vannak ilyen fancy posztok, mint az irányító, de hát ahhoz ugye meg kell tanulni azt is, hogy kell eldobni a labdát, ami nem egyszerű, de ilyeneket is ki lehet próbálni, úgyhogy szerintem tényleg nagyon jó feladatok lettek kitalálva, egyszerű feladatok, amiket könnyen meg lehet oldani, és tényleg bevezeti azokat, akik még soha nem találkoztak ezzel a sporttal. Ti egyből kiszúrjátok, hogyha valaki valamiben tehetséges, és adott esetben lehet, hogy ő mondjuk inkább támadni szeretne, pontot szerezni, ilyen szempontból hős lenni, de lehet, hogy úgy látjátok, hogy na ő jó lenne
mert szeret ütközni is, és hogy mondjuk védekezésben hasznosabb lehet akár. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Igen, amikor például, hogyha a toborzó oldaláról nézzük ezt az egészet, akkor már rögtön szemet szúr, hogyha valakinek a mozgás koordinációja jó. Ez szokott lenni általában az első, amikor kiszúrunk valakit, aki mondjuk kimagasló játékos is lehet, és hogy visszatérek a kérdésedre, például nálunk is a csapatban, a felnőtt korosztályban, amikor elindultunk tavaly például a bajnokságon, akkor az elején volt egy elkapónk, aki elkapót játszott már évek óta, és jött egy ilyen szerencsétlen eset, hogy be kellett állni a védőnek, és kiderült, hogy ott sokkal jobban tudja kamatoztatni a tudását, szóval az elején próbálunk mindenkit kipróbálni minden poszton, és akkor az ő szíve, meg az ő érzései, meg nyilván a képességei fogják majd meghatározni. Ez az elkapó azóta is védőt játszik. Na, akkor nagyon sok sikert kívánok, és minél több embert, és hajrá magyar-amerikai futball is. Köszönjük szépen.